A méhek tömeges pusztulása a napraforgó virágzásának kezdetével indul. A problémát a növényre használt különféle vegyszerek, csávázó anyagok okozzák. A virágzás idején a méhek is látogatják ezeket a növényeket, amiket a gazdák csak védeni szeretnének a termés arány nagyobb érdekében. Ezt a rovarvilág ezt nagyon nehezen viseli, nagyon sok méh, nagyon sok rovar kipusztult napjainkra. Egy-egy méh család 50-60 ezer egyedből áll. Máté Tamás azt mondja, néhány éve drasztikus méhpusztulást tapasztaltak, halomszámra lehetett összesöpörni a méheket a földről. Napjainkban ez úgy tűnik megszűnt, váltottak, nem engedélyezett szerek, tehát listájára került ez a neonikotin tartalmú vegyület, vegyszer. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy az idei évet a méhészek megúszták kisebb-nagyobb mérgezési tünetekkel. Nem mondom, hogy teljes mértékben megszűnt, de lényegesen csökkent. A Nébih közzétett egy telefonszámot. Ezen tehetnek bejelentést a méhészek, ha mégiscsak tapasztalnak mély pusztulást. A gyors bejelentés azért is fontos, mert a laboratóriumi vizsgálatok alapján nagyobb eséllyel tárható fel, mi okozza az állatok pusztulását. A bejelentési kötelezettséget egyébként törvény is előírja az állattartók részére.